Köszöntelek, Vidikém, itt a adminisztratív átvételt követően. Egy picit latolgassuk a futamnak a lehetőségeit, esélyeit. Arra lennék először kíváncsi, hogy hogyan sikerült a felkészülésetek a lábatlani rally túra futamra. Hát az autót jónak érzem. Hát annyi, hogy lehet, hogy be kellett volna raknunk a hosszú áttételt. Nekünk a rövid van, és ez elég tempos, lobogós pályák. Tehát nagyon keveset itt nem teszteltünk a környéken, otthon mentem egy kört, és nálunk elég sík terepek vannak, az utak minősége viszonylag jó, és itt elég dobálós, úgyhogy nem tudom a futóminek a hangolása jó lesz ide, lehet, hogy kicsit talán kemény, de az első gyors után kiderül, és esetleg finomítunk rajta, hogyha a keménynek találom. Mennyire vagytok képbe a gyorsaságikat tekintve, hiszen a Mária Halomszomor úgy tudom, hogy számodra ismerős, mint szóval a másik az egy újdonság. Így van, tavaly mentünk ezen a Mária Halomszomor, jó kis pálya, vigyázni kell, szűk, tempós, van némi veszély benne. A másikat valóban nem ismerem, illetve az elejét, ami tavaly a lábatlani gyorsnak a vége volt, most megfordították, a felén még nem mentünk. De majdnem, hogy jobban tetszik nekem így, mint a másik. Majd kiderül, most a pályabejáráson fölírjuk, és szerintem nem lesz vele gond. Még egy kérdést meg kell, hogy engedjek, ugyanis a kiadott sajtóanyagodban szerepel egy félmondatnyi utalás arra, hogy lehet, hogy a rally túrában ez lesz most az utolsó megmérettetésed. Többen kerestek, hogy milyen műhely titkokat tudnék ezzel kapcsolatban mondani, mondtam ezt át kell adnom Vilinek, majd szombaton folytatjuk alapon. Mesélj erről, milyennek a hírnek, vagy hírmorzsának a lényege. Hát igen, pont amikor ugye ezt az interjút készítettük, aznap fogalmazódott meg bennünk, és az a kérdés, hogy lehet, hogy abba hagyjuk, és nem folytatjuk máshol sem, maximum az autót nem szeretnénk eladni, tehát ilyen buli versenyeken, Mikulás vagy Szilveszter, ahogy indulnánk. Azt gondolom, biztos, hogy sokak számára talán nagyképűnek hangzon ez a dolog, hogy nem vagyunk megelégedve ebből a negyedik helyen, mert biztosan sokan örülnének neki. De én valahogy előrébb szeretnék, és ezzel a felkészüléssel, ami nekünk van idő, ezzel ezt nem tudjuk megfogni. Tehát a három Széchenynek valószínűleg több idő jut a felkészülésre, mint nekünk, és így nehéz lenne őket megfogni, illetve szerintem majdnem, hogy lehetetlen is, és így meg nem szeretnénk harcolni, hogy itt hátrébb megyünk a mezőnyben. Ahogy téged ismerlek, hogyha most azért ez a lábatlani futam egy picit jól sülne el, szeret a hőn áhított dobogós pozíciók közül valamelyiket meg tudnád szerezni, szerinted ez a döntés, ez véglegesnek tehát végleges ez a döntés? Nem, abban az esetben nem, tehát ha most jó helyen végeznék, akár meg lenne a dobogó, vagy látnak esélyt az évvégi dobogó valamelyik fokára, akkor az, hogy folytatjuk tovább a szezont, ha nem, akkor lehet, hogy kiszállunk ebből a harcból. Az egyik versenyző társad nyilatkozta nekem az előző futamon, hogy jobb lába gázon, bal lába jobb lábon. Sima és ráncmentes versenyt kívánok, és szeretném, hogyha a hőn áhított dobogó meg lenne, és továbbra is köztünk tudhatnánk. Köszönöm.